Az Egyesült Államok kormánya fennállásának legintenzívebb kibertámadását szenvedte el. A hackerek a Belbiztonsági Minisztérium vezetőinek e-mail fiókját is feltörték. Az ember azt hinné, komoly biztonsági rendszer védi a fiókokat. Az álláskeresők világszerte izzasztó interjúknak néznek elébe, és ezeket nem egy emberrel, hanem egy algoritmussal folytatják le, amely minden rezdülésüket figyeli. Elemzi az arckifejezésüket, a szemkontaktust, a szóhasználatot, sőt még a hanglejtést is. Lényegében egy gépet próbálnak lenyűgözni. Indiában egy egyetemi hallgató új technológiát alkalmazva segít a siket embereknek, hogy korábban lehetetlen módon kommunikáljanak. Egy olyan EMI programot dolgozott ki, mely a vizuális jelnyelvet angol szöveggé alakítja át. És nem csupán a hallás problémákkal küzdő emberek használhatják. Vakok és más fogyatékkal élők számára is előnyös. Olyan történeteket mutatunk be, amelyek a Big Data korszak által felvázolt jövőt vetítik elénk. Egy olyan világot, amely a prognózisokra és a megfigyelésekre épül. Betekintést nyerünk a mesterséges intelligencia és az önvezető járművek hatalmába. Akárhogy alakul is a jövő, feltárjuk az adatok tengerének titkait. Az adatok hatalma. Kiberkalózok. 2020 végén az egyik legismertebb és legsikeresebb kiberbiztonsági cég, a kaliforniai FireEye szilíciumvölgyben található központjában az egyik alkalmazott épp rutin ellenőrzést végzett, amikor valami szokatlan dologra lett figyelmes. Úgy tűnik, az egyik alkalmazott két telefonnal is regisztrált a hálózatra. A külső szemlélő számára ez jelentéktelen részlet lehet, ám a FireEye ügyfelei a legnagyobb világcégek és kormányzati csúcsszervezetek. Ezek mindegyike fontos célpontot jelent a kiberkémek számára. Az illusztris partnerek révén a FireEye hálózatai állandó fenyegetettséggel néznek szembe, ezért a legapróbb furcsaságnak is alaposan utána járnak. Felvették a kapcsolatot az alkalmazottal, aki két telefonnal csatlakozott a rendszerekhez. Az illető elmondta, fogalma sincs arról, mit keres a második telefon a hálózaton. Ez azonnal megkongatta a vészharangokat. A FireEye szakértői támadást gyanítottak. Valaki hozzáférhetett az adataikhoz. A cég haladéktalanul vizsgálatot indított. Heteken át elemezték az adatokat, majd arra a következtetésre jutottak, hogy a támadók nem csupán bejutottak a rendszerbe, hanem olyan hacker programokat is elloptak, amelyekkel a FireEye az ügyfelek hálózatának biztonságát teszteli. Ez nagyon rossz hír. A megszerzett eszközök révén a világ bármely pontján újabb profitámadást indíthatnak. A vizsgálatot végzők megállapították, hogy a behatolás egy látszólag ártalmatlan lépéshez köthető. A SolarWinds nevű hálózatokat és számítógépes infrastruktúrákat ellenőrző megoldásokat kínáló vezető pozícióban lévő cég rutinszerű frissítést hajtott végre. A SolarWinds meghatározó piacági szereplő több százezer ügyféllel rendelkezik világszerte. Az Orion nevű szoftver igen népszerű hálózatkezelőeszköz. A frissítéshez a felhasználóknak a SolarWinds fejlesztői felületén kellett bejelentkezniük, és a jelszó megadása után a program automatikusan elvégezte az új verzió telepítését a szervereken. A szokásos folyamatról volt szó, kisebb hibák javítása, teljesítményjavítása, meg hasonló. Ám a felszín alatt egészen más események zajlottak. Valakinek sikerült egy kártékony kódot elhelyezni az Orion frissítésében, amelynek hatására mintegy 18 ezer SolarWinds ügyfél töltötte le saját gépére a fertőzött állományt. Amint az új verzió települt, az elkövetők hozzáférést kaptak más társaságok alkalmazásaihoz és szervereihez, amellyel a gyanútlan áldozatok felhasználóként vagy akár munkatársként dolgoztak. Olyan tech óriások is érintetté váltak, mint az Intel, a Cisco és a Microsoft. Az USA több kormányzati intézménye is kiszolgáltatottá vált. Ide tartozott az Államkincstár, az Energiaügyi Minisztérium és a Pentagon. A SolarWinds betörés a 21. század egyik legnagyobb és legkifinomultabb informatikai támadása volt. A hatóságok nyomozni kezdtek, hogy kiderítsék, ki áll a behatolás mögött, és pontosan milyen módon hajtották azt végre. A szóban forgó eset egy úgynevezett ellátási lánc támadás volt, ahelyett, hogy közvetlenül a célpontként kiszemelt cég vagy intézmény hálózatát próbálnák feltörni, keresnek egy gyengébb kibervédelemmel rendelkező partnert. Mivel ez a partner többféle módon kapcsolódhat a célponthoz, az ellátási lánc támadás módja is eltérő lehet. Az egyik jellemző megoldás, hogy weboldalépítő vállalkozásokat támadnak. Ezekben az esetekben a hackerek olyan cégeket keresnek, amelyek weboldal sablonokat értékesítenek.
Rendszerint digitális reklámcégekről vagy fejlesztőkről van szó. Amint sikerül betörni a rendszerükbe, a támadók a sablonok kódját módosítják úgy, hogy az áldozatokat egy másik doménre irányítsa át. Itt rosszindulatú szoftver kerül azok gépére is, akik csak biztonságos és legális oldalakat keresnek fel. A weboldalakat építő cégek elleni támadás roppant hatékony, hiszen nem kell egyenként bejutni a honlapokra. Bármelyik oldalhoz hozzáférést kapnak, amely a módosított sablont használja, és ehhez csupán egyetlen védelmi rendszeren kellett áthatolni. Van a watering hole, azaz itatóhely támadás, amelyek során a hackerek olyan weboldalakat szemelnek ki, melyet egy adott intézmény vagy akár egy teljes ágazat, például egészségügy vagy honvédelem munkavállalói gyakran látogatnak. Amint a watering hole támadás célpontjául szolgáló oldalt feltörik, az elkövetők rosszindulatú kódot helyeznek el rajta, amelyet az áldozatok terjesztenek tovább tudtukon kívül. Mivel a felhasználók megbíznak ebben az oldalban, a káros szoftver egy olyan állományba is bekerülhet, amelyet szándékosan töltenek le saját rendszerükbe. 2021-ben a Google fenyegetéseket azonosító részlege felfedezett egy watering hole jellegű akciót, amelynek során több sajtótermék és demokráciapárti szervezet honlapján listázták a Hongkongból érkező felhasználókat. Kiberbiztonsági szakértők azt gyanítják, hogy a támadás hátterében a kínai kormány állhat. A hackerek mostanában watering hole oldalakat használnak fel különféle ágazatok elleni támadáshoz. Az ellátási lánctámadás legnépszerűbb módszere a harmadik fél által működtetett szoftver feltörése, ahogy arra a SolarWinds esetében is sor került. A nyomozás előre haladtával a művelet leleményes és átgondolt lebonyolítási módja is feltárult a hatóságok előtt. Felfedezték, hogy a hackerek már egy évvel a támadás előtt bejutottak a SolarWinds rendszereibe. Próbaképpen elhelyeztek egy ártalmatlan kódrészletet az aktuális frissítésben, hogy kiderüljön, átcsúszik-e az ellenőrzésen. Amikor a módosított változat elérhetővé vált benne a hozzáadott kóddal, akkor a támadók látták, hogy szabad az út. A győzelem kapujában állva azonban váratlan dolog történt. A hackerek 5 hónapra köddé váltak. Feltehetően eközben dolgoztak a káros kód létrehozásán. Amikor visszatértek, olyan támadást hajtottak végre egy hátsó kaput kihasználva, melyet még nem látott a világ. A nyomozók megdöbbenve szembesültek azzal, miként sikerült az elkövetőknek bejuttatni az általuk írt kódot a SolarWinds szoftver frissítésébe. Ennek első lépéseként beágyaztak egy mini programot, amely értesítést küldött a számukra, valahányszor egy fejlesztő hozzányúlt a szoftverhez. Az efféle cégek digitális könyvtárral rendelkeznek. Amikor egy szoftver valamelyik részéhez hozzányúlnak, a fejlesztő jelzi a munka kezdetét, és azt is, amikor visszatölti a módosított kódot. Ez nyomon követhetővé teszi a folyamatot. Könnyű visszakeresni, hogy ki és mikor dolgozott a programon. Amint elkészül egy frissítés, kezdetét veszi az úgynevezett build, avagy összeállítás folyamata. Ennek során a kódot emberi nyelvről számítógépes nyelvezetté alakítják át. A kész változatot egyfajta digitális bélyegzővel látják el, amely általában lehetetlenné teszi, hogy ezt követően bármilyen módosítást hajtsanak végre rajta észrevétlenül. A hackerek kifigyelték a SolarWinds build folyamatait, és a lezárás előtti utolsó pillanatban csempészték be a kódot. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy gyógyszergyárban valaki egy méregtablettát helyezne el az aspirinek mellé, pont mielőtt lezárják a dobozt. Az így létrehozott ártalmas kódot is tartalmazó frissítés került kiküldésre a SolarWinds ügyfelei számára. Így a támadók hozzáférést kaptak az összes Orion felhasználó gépéhez, aki telepítette az új verziót és csatlakozott az internethez. A kód épp olyan leleményes volt, amilyen rövid. Mindössze 3500 karakter tartalmazott. A legjobb hackerek mindig ügyelnek a tömörségre, hisz minél kisebb a kód, annál nehezebb felfedezni. Miután a nyomozók feltárták, miként hajtották végre az elkövetők a műveletet, olyan nyomok után kezdtek kutatni, amelyek felfedhetik a kilétüket. Ám a támadók beazonosítása nehéz feladatnak bizonyult. Egy rakás hacker óhatatlanul hátrahagy némi bizonyítékot. Ez lehet jellegzetes kódolási minta, amely korábbi támadásokból ismerős, vagy a támadók anyanyelvén írott szöveg, mely a nemzetiségükről árulkodik. Ám a SolarWinds kód olyan kifinomultra sikeredett, hogy semmilyen nyomot nem tartalmazott. A hatóságok képtelenek voltak meghatározni, honnan indult az akció, de gyanújuk persze akadt. Minden idők legpusztítóbb és legköltségesebb kibertámadását állítólag az orosz hadsereg hajtotta végre 2017-ben. A NatPetya néven ismerté vált kód szintén módosított külső szoftveren át került a rendszerekbe.
A NAVPATHIA eredetileg az oroszok által Ukrajna ellen bevetett kiberfegyver volt. A célba juttatásához az ukrán vállalkozások által széleskörűen használt MEDOK nevű számviteli szoftvert használták. A nyomozást végző szervek felfedezték, hogy a NAVPATHIA speciális programozása révén lehetetlenné tette a fertőzött állományok helyreállítását. Arra tervezték, hogy teljes mértékben tönkretegye a rendszereket, amelyekbe bejut. A rosszindulatú szoftver mindent megtámadott, az energiaszolgáltatóktól a benzinkutakon, repülőtereken, bankokon át, a legjelentősebb nagyvállalatokig. Az USA kormányának felmérése szerint a NAVPATHIA támadás összességében mintegy 10 milliárd dollár kárt okozott világszerte. Ez a kibertámadás idézte elő a legnagyobb veszteséget. Az amerikai hatóságok azt gyanították, hogy a SolarWinds betörés mögött is Oroszország állhat, mivel mindkét esetben fertőzött külső szoftvert használtak fel bejutási eszközként. Ám a gondot az jelentette, hogy a hasonlóságok ezzel véget is értek. A NAVPATHIA valóságos álmokfutásba kezdett. Letarolt mindent, ami az útjába került. Végig titokban zajlott, és sokkal célzottabban válogatták ki a célpontokat. Egy ilyen nagyszabású akció nyomán a támadók a bőség zavarával találhatták szemben magukat. Rengeteg lehetőségük adódott, nehéz lehetett kiválasztani, mely vállalatokat vagy kormányzati szerveket vegyék elsődlegesen célba. A hackerek létrehoztak egy passzív doménnévrendszert, mely nem csak azonosítani tudta a potenciális célpontokat azok IP címe alapján, de némi információval is szolgált. A támadók ez alapján választhatták ki, mely rendszerekbe érdemes behatolni. Elsősorban technológiai cégeket és érzékeny kormányzati részlegeket szemeltek ki. A SolarWinds behatolói legalább tucatnyi kormányhivatal hálózatába jutottak be észrevétlenül. A legkínosabb talán az volt, hogy a kiberbiztonsági és infrastruktúra védelmi hivatal rendszerét is feltörték. Ez a belbiztonsági minisztérium részlege, amelynek elsődleges feladata a kormányzati hálózatok kibertámadások elleni védelmének biztosítása. Betörtek ahhoz az ügynökséghez, amelynek az lett volna a dolga, hogy az ehhez hasonló kísérleteket visszaverje. Ez komoly szégyent hozott az USA fejére. Hogy történhetett meg? A belbiztonsági szervek jelentése szerint a rendszerük csupán az ismert fenyegetéseket jelzi. És a SolarWinds féle támadás más volt, mint amit korábban valaha láttak. Mindennek tetejébe az ellenőrzések során nem vizsgálják át a szoftver frissítéseket. Így, ha fel is ismerték volna a rosszindulatú kódot, sosem találják meg, mert jól elrejtették a frissítésben. Mindez rámutat a kormányzat komoly hiányosságaira. Azt hihetnénk, hogy minden szükséges biztonsági lépést megtesznek. Amint a nyomozók mélyebbre ástak, megrázó felfedezést tettek. A behatolók nem kevesebb, mint 9 hónapon át garázdálkodhattak a megfertőzött rendszerekben, mielőtt felfedezték őket. Figyelemre méltó, hogy a hackerek semmibe nem nyúltak bele, nem romboltak. Csak csendben figyeltek, ami egyetlen dolgot jelenthet. Kémkedni érkeztek. Immár világossá vált az indíték, ám a hatóságok még mindig nem találtak bizonyítékot az elkövető személyére vonatkozóan. Ám újra meg újra Oroszország neve merült fel fő gyanúsítottként. Egész pontosan a világ egyik legügyesebb és legravaszabb hacker csoportja. Az orosz hírszerzés által is támogatott APT-29, avagy Cozy Bear. A Cozy Bear tehető felelőssé az USA és több NATO tagállam ellen az elmúlt évek során elkövetett jelentős támadásért. A legjobbak közé tartoznak. 2016-ban a WikiLeaks a Demokrata Nemzeti Bizottság tagjainak mintegy 20 000 e-mailjét tette elérhetővé. Az üzeneteket a Cozy Bear és az orosz hírszerzés egy másik részlegéhez kötődő, hasonló hacker csapat szerezte meg, miután betörtek az amerikai demokrata párt szervereire. A támadók több mint egy éven át lapultak a rendszerben észrevétlenül. Ez rendkívül hasonlít arra, ami a SolarWinds esetében történt. És az egyezőségeknek ezzel még nincs vége. Sok közös vonást találni a két támadásban. A legmodernebb eszközöket használták, amely állami támogatásra utal. Stratégiai információt akartak szerezni anyagi előnyök helyett, és olyan célpontokat kerestek, amelyek izgalmasak az orosz hírszerzés számára. Oroszország tagadta, hogy bármilyen módon érintett lenne a SolarWinds elleni akcióban. Ám az Egyesült Államok illetékeseit ez nem győzte meg, és diplomáciai válaszlépéseket tettek. Amerika bejelentette, hogy 10 orosz diplomatát kiutasítanak az országból, továbbá 32 személy és szervezet került fekete listára.
A szankciók a hírszerző szolgálatokhoz köthető 6 orosz technológiai céget is érintettek. A SolarWinds feltörése által okozott kár teljes mértékét a mai napig sem fették fel nyilvánosan. Ami az érintett kormányzati szervezeteket illeti, lehetetlen megmondani, mekkora információhalmazra tettek szert így módon az oroszok. Annyi bizonyos, hogy a hackerek a belbiztonsági minisztérium vezetőinek, valamint a kiberbiztonsági részleg több munkatársának elektronikus levelezéséhez is hozzáfértek. A magánvállalatok esetében sem tisztázott, milyen következményekkel járt a behatolás. A Microsoft nem találta felhasználói adatok ellopására utaló nyomot. Nagyon úgy tűnik, hogy az USA kormánya volt az elsődleges célpont. A tech cégek aféle járulékos veszteségnek számítanak. A támadás tükrében az amerikai hatóságoknak nehéz kérdésekkel kell szembenézniük. Lehet, hogy a történtek csupán a jéghegy csúcsát jelentik az egykori hidegháborús ellenfelek közti kiberküzdelem kiélesedésében. Talán már készül a következő, még komolyabb hatást kiváltó akció. Egyre több szakértő szerint a kérdés csak az, mikor csapnak le újra. New Yorkban a 25 esztendős Sheikh Ahmed banki alkalmazottként keres munkát. Város szerte számos helyre beadta a jelentkezését, és ma arról értesült, hogy nem is egy, hanem 8 intézmény szeretne állásinterjút készíteni vele. Ezúttal azonban nem a bankok humán erőforrás menedzserével vagy más képviselőivel fog találkozni. A beszélgetéseket a HireVue nevű kifinomult program vezényli le. A mesterséges intelligenciával támogatott eszköz önállóan a cég munkatársainak bevonása nélkül értékeli a jelentkezők rátermettségét. A HireVue a telefon vagy a számítógép kameráját használva részletesen elemzi a jelölt előre beprogramozott kérdésekre adott válaszait. Elemzi az arckifejezésüket, a szemkontaktust, a szóhasználatot, sőt még a hanglejtést is. A HireVue azt állítja, hogy mindezek révén megállapítható, mennyire lelkes valaki az adott pozíció betöltését illetően. Az információt felhasználva egy pontszám keletkezik. Ez helyezi el a jelentkezőt egy listán, ahol az értéke összevethető mások elért eredményével. Az algoritmus a mesterséges intelligencia egyik legjobban fejlődő területét, az ERT-t, azaz az érzelemfelismerő technológiát használja. Az ERT az arckifejezések és egyéb fizikai jelek észlelése által próbálja meghatározni, mit érzünk pontosan. Az e-féle rendszerek két tényezőre épülnek. Az egyik a vizuális készség, amellyel felismerik, azonosítják az arcmozgásokat. A másik a gépi tanulás, hogy ezeket értelmezni is tudják. Az algoritmus hatalmas referencia adatbázissal dolgozik, amelyet érzelmek szerint csoportosítottak. Ebbe próbálja besorolni az éppen vizsgált alanyt. 6 alapvető érzést használnak: félelem, harag, öröm, szomorúság, undor és meglepetés. A haladó gondolkodású amerikai pszichológus Dr. Paul Ekman kategorizálta elsőként ezeket az alapvető emberi érzelmeket az 1960-as években. Ekment az ERT szellemi atyának tekintik. Korai kutatásainak eredményei ma is visszaköszönnek a kifinomult EMI rendszerekben. Úgy vélte, ezek az egész emberiség által képviselt egyetemes érzések, függetlenül nemtől, kultúrától, lakóhelytől, helyzettől. 1978-ban tette közzé az arctevékenység kódoló rendszer a FEX leírását. A FEX mintegy 40 arcizom mozgást különített el, és mindegyiket egy-egy akcióegységnek nevezték el. A FEX alapvetően nagy sikert aratott, ám akadtak nehézségek. A legfőbb problémát az okozta, hogy az alkalmazása igen időigényes volt. A felhasználóknak mintegy 100 óra betanulás szükségeltetett, és egyetlen percnyi filmfelvétel kiértékelése egy órát vett igénybe. Ám egy ígéretes, új technológia tűnt fel a láthatáron, amely segítséget nyújtott az akadályok leküzdéséhez. A gépi látás. A 90-es évek elején a kutatók felismerték, hogy a modern technológia adta lehetőségek kiaknázására létre kell hozni a kategorizált képek adatbázisát. Az Egyesült Államok kormányának finanszírozásában valósult meg az arcokat kiértékelő program fejlesztése. Ők elsősorban a biztonsági alkalmazásokban látták a jövőt. Az ezredforduló felé közeledve a gépi tanulást kutató szakemberek hozzáláttak az archívumok összeállításához és osztályozásához. Ennek eredményeképp óriási adatbázisok épültek fel, megteremtve a mai EMI alapú kutatások bázisát. Az érzelmek felismerését célzó technológia hamarosan nagy üzletté vált.
Az ERT szolgáltatások egyik előhírnöke az Affectiva nevű startup vállalkozás volt. Programjukat piackutató termékként értékesítették, hiszen képes volt arra, hogy felismeri az érzelmeket a fókuszcsoportban egy új termék láttán. Azóta az ERT az üzleti világ számos más területét is meghódította. Ezek egyike a munkaerőfelvétel. A HireVue és hasonló szoftverek leegyszerűsítik a folyamatot azáltal, hogy gyorsan és megbízhatóan kiszűrik a komolytalan jelentkezőket. A korábban hetekig tartó eljárásra ma néhány nap is elegendő, sokkal olcsóbb és gyorsabb, mint az emberi erőforrás. Az ERT ma már olyannyira elterjedt, hogy az interneten számos útmutató segít az álláskeresőknek jó benyomást kelteni a kamera előtt. Sheik Ahmed és sorstársai számára az élmény némiképp ijesztő és nyomasztó is lehet. Lényegében egy gépet próbálnak lenyűgözni, ez azért elég különös. Ahmed hosszú órákat töltött azzal, hogy az online elérhető segédanyagok alapján megtervezze, miként beszéljen, milyen testtartást vegyen fel. Az interjúk napján egy látszólag lényegtelen részlet foglalkoztatta. Hogyan helyezze el a kamerát? Ha magasról néz le rá, kicsinek és gyengének láttatja, míg az alacsony szög túlzott dominanciát sugározhat. Más tényezők is fejtörést okoztak Ahmednek. Például az, hogy a beszűrődő hangok ronthatják az esélyeit. Lekapcsolta a légkondicionálót, és bezárkózott apja hangszigetelt zenei stúdiójába, ahová nem hallatszott be a család kedvenc madarának csiripelése. Mivel a szoftver a hangokat is elemzi, minden háttérzaj befolyásolhatja az eredményt. Ahmed felkészült a kimerítő napra, és arra, hogy egy algoritmus fogja aprólékosan elemezni minden mozdulatát és minden kiejtett szavát. Az érzelemfelismerő technológia ellenzői, akik szép számban akadnak, kifejezetten aggasztónak tartják ezt a módszert. A legtöbben kételkednek abban, hogy a mesterséges intelligencia képes értelmezni egy olyan komplex és finom rendszert, mint az emberi viselkedés. Egyesek szerint lehetetlen megismerni egy ember érzéseit pusztán az arckifejezés értékelése által. Néha mosolygunk, bár nem örülünk, vagy mogorván nézünk, noha nem vagyunk mérgesek. Emellett más gondok is adódtak. Az ERT kritikusai azt mondják, az algoritmusok fejlődését célzó képkategorizálási folyamat túlontúl leegyszerűsített. Az összetett emberi érzelmeket nem lehet 6 alapsémára visszavezetni. Az érzelmek komplex, gyakran egymásba fonódó hálózatot alkotnak. Nagyon sok a homályos terület az apró árnyalat, melyet az EMI egyelőre képtelen érzékelni. Egyesek arra is rámutatnak, hogy az emberek az arckifejezésen túl számos különféle módon juttatják kifejezésre érzelmeiket. A testbeszéd is sok mindent elárulhat az érzésekről. Az olyan jelek, mint az összefont kar vagy az összeroskadt testtartás több információt adhat valakiről, mint az arca. Ekman és támogatói azzal válaszoltak erre, hogy a kutatásuk szerint, amennyiben valakiben feltámad az egyik univerzális érzés, ugyanaz az ösztönös arcizom mozgás indul be minden esetben. Az érvelés szerint, még ha az illető meg is próbálja eltitkolni az érzelmeit, az első reflexszerű reakció biztosan a felszínre tör, és ha valaki tudja, mit keressen, észre is veszi. Továbbra is akadnak azonban olyan kételkedők, akik nem látják tudományos bizonyítékát az ERT működésének. Ráadásul a módszertant is hibásnak tartják. Az egyik gyakran hangoztatott érv, hogy az adatbázishoz beállított fotókat is használtak. Ha valakit megkérnek, hogy nézzen szomorúan, a végeredmény nem ugyanaz, mint amikor valóban elkenődött. Ez jogos érv, így az újabb rendszerek egyre több spontán készített fotó alapján dolgoznak. Hétköznapi tevékenység, autóvezetés vagy tévézés közben készülnek a felvételek. A kikényszerített választási, besorolási metódus miatt is sok kritika éri a módszert. Az érzelmek leírásánál korlátozottak a lehetőségek, nincs mozgástér a látottak szabad értelmezésére. Ha megnézünk egy arcképet, hiába mondanánk azt, hogy az illető például szégyent érez, ha ez az érzelem nincs ott a választható opciók között. A kulturális hatás is érdekes. A világ különböző szegleteiből származó emberek más-más módon fejezik ki az érzelmeiket. Nagyon sokan az örömöt és a boldogságot fejezik ki a mosolyukkal, ám Japánban egyes esetekben csupán udvariasságot jelez, nem jó kedvet. Ilyen különbségek is lehetnek. Lehet, hogy bizonyos kultúrákban adódnak kisebb eltérések, például az öröm kifejezését illetően, de mind felismerjük a boldogságot valaki arcán, bárhol is élünk. A kulturális eltérések okozta hiba lehetőség kiszűrésére az ERT-vel foglalkozó vállalkozások egyre sokrétűbb adathalmazt használnak. A piacvezető Affectiva immár több mint 10 millió portrét gyűjtött össze 87 országból.
Emellett folyamatosan finomítják az algoritmust, hogy még pontosabb és meggyőzőbb legyen az érzelmek felismerését illetően. Az F-féle cégek újabban azt a megközelítést alkalmazzák az elemzéseik során, hogy az EMI nem csupán azonosítja az érzelmeket, hanem megfelelő kulturális közegbe is elhelyezi azokat a kiértékelés előtt. A társadalmi kontextus is olyan téma, amely komoly vihart kavart az IRT ellenzőinek körében. 1972-ben Paul Ekman egy kísérlet során azt tanulmányozta, milyen különbségek fedezhetők fel japán és amerikai nézők között egy horrorfilm vetítése során. Kiderült, hogy a japánok kevesebb negatív érzelmet mutattak ki, amikor egy hivatalos személy is akadt a teremben. Az egyes kultúrákban más és más a szabály arra vonatkozóan, mikor és mennyi érzelmet lehet kimutatni. Ez esetben a japán nézőközönség viselkedett másképp, mert tudták, hogy van ott valaki, aki ítéletet alkothat. Sheikh Ahmed esetében is nyilvánvaló, hogy a tudat, miszerint egy mesterséges intelligencia fogja kielemezni munkavállalói elkötelezettségét, a viselkedésére is hatással volt. Ahmed a 8 állásinterjú során egyik másik kérdésre kissé eltérő válaszokat adott. Arra gondolhatott, hogy a többféle megoldás révén növelheti esélyét a magasabb pontszámra. A tortúra végére Ahmed teljesen kimerült, verejtékben úszott. Szája teljesen kiszáradt, és nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy nem létesített elegendő szemkontaktust, vagy nem az elvárt válaszokat adta. Ha kevésszer pillantasz fel, akkor félénk vagy, nincs önbizalmad. Ha túl sokszor, akkor agresszívnek és erőszakosnak tűnhetsz. Bármilyen bonyolult is a folyamat, tény, hogy a technológia fejlődése révén az IRT egyre gyakoribbá válhat a munkaerőfelvétel során. Az érzelemfelismerő rendszerek más területeken is teret hódítanak maguknak. A legújabb ágazat, ahol megjelentek, az oktatás. Egy hongkongi lánggimnázium, a True Light College IRT szoftvert alkalmazott az online oktatásban részesülő diákok esetén a pandémia alatt. A fejlesztők szerint a rendszer segíti az oktatókat abban, hogy érdekesebb és személyhez szóló módon tanítsanak, hisz azonnal reagálni tudnak a tanulók arckifejezéseire. A rendszert gondozó cég állítása szerint az esetek mintegy 85%-ában hibátlanul leolvassa az érzelmeket a fiatalok arcáról. A program iránt igen jelentős mértékben megnőtt a kereslet. Az érintett iskolák száma 34-ről 83-ra emelkedett Hongkongban. Az én szememben ez meglehetősen érzékeny terület, végül is gyerekekről van szó. Muszáj az arcokat vizsgálnunk, miközben tanulnak. Eközben Kínában még tolakodóbb módon alkalmazzák az IRT-t. Érzelemfelismerő algoritmusokkal ellátott kamerákat szereltek fel Xinjiang tartományban, ahol a becslések szerint 1 millió fős, javarészt ujgur muszlimokból álló tömeget tartanak fogva börtöntáborokban. A kínai hatóságok úgy vélik, a szoftver képes azonosítani a potenciális bűnözőket a rabok mentális állapotát felmérve. Ez már a következő lépés az IRT evolúciója során. Egyesek szerint az EMI nem csupán az ember érzelmeit képes leolvasni, de jövőbeli cselekedeteinkről és személyiségünkről is képet alkot. Semmi bizonyíték nem támasztja alá az e-féle rendszerek pontosságát, a tudományos háttér meglehetősen kusza. 2018-ban a kaliforniai Stanford Egyetem nagy vihart kavart tanulmánya egészen odáig ment, hogy azt állította, az arcelemzéssel az emberek nemi identitása is megállapítható. Mintegy 35 ezer különféle randi oldalakról származó fotóelemzését követően a gépi tanulás alapján működő szoftver meglepő sikerrel tudott különbséget tenni meleg és heteroszexuális emberek arcképe között. A program a férfiak esetében 81, míg nőknél 74%-os arányban választott helyesen. Amikor emberekkel végeztették el ugyanezt a tesztet, az eredmény mindkét esetben 20% körül alakult. Még a kutatókat is meglepte, milyen ügyesen kategorizált az algoritmus. A tanulmány szerzői úgy vélik, komoly bizonyítékok támasztják alá az arcvonások és a pszichológiai ellenvonások közti kapcsolatot. Ezek a sajátosságok az emberi szem számára láthatatlanok, ám a gépi tanulás rendszerei felismerik ezeket. Több meleg jogi szervezet is azt követelte, hogy a Stanford határolódjon el a kutatástól, melyet rendkívül veszélyesnek és félrevezetőnek tartanak. Sokan azért lettek dühösek, mert ez minden kétséget kizáróan nemzetközi emberi jogi kérdés. A technológiát felhasználhatják arra, hogy embereket melegként bélyegezzenek meg, akár igaz az állítás, akár nem. Szaúd-Arábiában vagy Iránban halálbüntetés várja a melegeket, ezért veszélyes a téma. Az érzelemfelismerő technológia körüli ellentmondások ellenére az iparág fejlődése töretlennek látszik. Egyes becslések szerint a forgalom 2026-ra eléri a 37 milliárd dollárt, a 2020-as 19,5 milliárdhoz viszonyítva. Ma már nem csupán kis startup cégek szeretnének kiharapni egy szeletet a tortából.
A tech óriások, azaz az Apple, a Microsoft vagy az Amazon is komoly összegeket fektet saját ERP termékek fejlesztésébe. Ezek a cégek nyilván értéket látnak a technológiában, ám a tudományos megalapozottság terén maradtak fenn kérdések. Mindeközben New Yorkban Sheikh Ahmed izgatottan várja, hogy kiderüljön, felvették-e valahová. Wisconsin államban, Barron megye bíróságán a 48 éves Paul Zilli hamarosan meghallja az ügyében hozott ítéletet. A tét igen magas. Letöltendő börtönbüntetés vagy próbaidő. A bíró döntését jelentős mértékben befolyásolja az, hogy a vádlott mennyire hajlamos a bűnismétlésre a jövőben. Néhány hónappal korábban kapták el, mert ellopott egy fűnyírót és néhány kerti szerszámot, bűnösnek vallotta magát. A tárgyalást megelőzően az államügyész alkut ajánlott. Egy év börtön, utána pedig egy felügyelő tiszt gondoskodna arról, nehogy visszaessen. A kijelölt védőügyvéd egyetértette javaslattal. Azzal érvelt, nincs szükség hosszabb börtönbüntetésre, mivel Védence nem visszaeső bűnöző. Nem valószínű, hogy újra lopni kezdene. A döntés egészen más lett, mint amire a tárgyalóteremben lévők számítottak. Wisconsin állam bíráit egy új eszköz segíti annak megállapításában, hogy egy adott személynél kell-e tartani a bűnismétléstől. Mesterséges intelligencia jósolja meg a vádlottak jövőbeli viselkedését. Wisconsin az elsők közt volt, ahol ezt az eszközt is bevetették az igazságszolgáltatásban. Zilli nagy meglepetésére az algoritmus magas kockázatúnak ítélte őt erőszakos bűncselekmények elkövetése terén, és közepes kockázatot állapított meg a visszaesést illetően. A szoftver válaszát figyelembe véve a bíró elvette az ügyészség vádalkuját, és 2 év börtönre ítélte a férfit. Zilli szóhoz sem jutott a döbbenettől, 1 évre számított, de a bíró a duplájára emelte a büntetési tételt. Ő ugyan fogadkozott, hogy esze ágában sincs újra bűnbe esni, ám az igazságszolgáltatásban dolgozók között akadnak olyanok, akik megbíznak az EMI döntésében, és azt mondják, az algoritmus nem téved a visszaesés valószínűségében. Az elmúlt néhány évben számos tech cég vetette be a mesterséges intelligenciát a törvénykezés gyakorlatában alkalmazott kockázatelemző szoftverek fejlesztése során. Az ilyen programok erőssége, hogy képesek modellezni az emberi elme probléma megoldó és döntéshozatali folyamatait. Gépi tanulásos algoritmusok elemzik a rendelkezésre álló adatokat, hogy mintázatokat keressenek, és megállapítsák egy adott bűncselekmény jövőbeli bekövetkeztének valószínűségét. Hasonló ahhoz, ahogy egy jó bookmaker meghatározza a szorzókat, vagy ahogy megjósolják egy választás eredményét. Az EMI kockázatelemző programjait legalább 16 európai országban és az Egyesült Államok legtöbb államában alkalmazzák. A bíróságok állandó létszámhiánnyal küzdenek, elárasztják őket a bűnvádi eljárások, így aztán egyre csak torlódik a sor. Rengetegen letartóztatásban várják a tárgyalást, ez is növeli a börtönök túlzsúfoltságát. Az EMI programokat azért hozták létre, hogy enyhítsék ezeket a problémákat. Nem könnyű büntető intézkedéseket hozni, főleg akkor, ha a bíróknak összetett, nagy szakmai tudást és elemzőkészséget igénylő ügyekben kell dönteniük. A remények szerint az EMI támogatni fogja ezt a folyamatot, hogy pontosabbá és hatékonyabbá váljon. Ez nem könnyű. A valóság az, hogy könnyen súlyos hibát védhetnek, amennyiben futni hagynak egy veszélyes bűnözőt. De az sem sokkal jobb, ha elítélnek valakit, akinek a próbaidő is megfelelő lett volna. A szoftver célja az, hogy minimálisra csökkentse az efféle tévedéseket. Amerika egyik vezető kockázatelemző cége szerint tanulmányok igazolják, hogy a technológia az erre hivatott embereknél, a bíráknál nagyobb pontossággal jelzi előre a visszaesés lehetőségét. 2020-ban a Stanford Egyetem és a kaliforniai Berkeley kutatói megállapították, hogy az EMI az összetett esetek kapcsán is 30%-kal pontosabb megállapításokat tesz, mint a hasonló helyzetben megfigyelt bírák. A kritikusok vitatják ezeket a felvetéseket. Szerintük nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a technológia pozitívan hat a döntéshozatalra. Egy esetben egy 54 éves floridai férfit bolti tolvajlás miatt tartóztattak le. Az illető komoly Priusszal rendelkezett testi sértés, lopás és drogkereskedelem kapcsán. Meglepő módon az algoritmus úgy ítélte meg, hogy alacsony a bűnismétlés kockázata. Az előéletét tekintve pontosan az ellenkezőjére tippeltünk volna, ez is jól jelzi, hogy a szoftver nem mindig működik hibátlanul.
Ez azt is jelentheti, hogy Paul Zilli sem jelent magas kockázatot, és igazságtalanul kapott súlyosabb ítéletet. Az algoritmus a Priuszt a rendőrségi és bírósági feljegyzéseket tekinti át, hogy feldolgozza a kérdéses személy előéletét. A dokumentumokban egyéb releváns információk is megtalálhatók, többek között a drogfogyasztásra vonatkozóan. Mint kiderült, Paul Zilli valóban fogyasztott kábítószert. Letartóztatása előtt a Kristálymet rabjává vált. A rendőröknek be is vallotta, hogy a lopott holmi eladásával akart pénzt keresni a drogokra. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a program magas kockázati szintet állapítson meg. A drogfüggőség gyakran együtt jár a bűnözéssel, hisz bármi áron szükségük van az anyagra. Az algoritmus a Zilli által a fogdán kitöltött kérdőív válaszait is elemezte. Ez a teszt 137 kérdésből áll, amelyek segítenek megállapítani, mekkora a visszaesés kockázata. Néhány pontban komoly etikai kérdéseket feszegetnek, olyasmiket, hogy egy éhező embernek joga van-e élelmet lopni magának. Más esetben a kitöltő személyiségjegyeit kutatják. Ha felidegesítenek, veszélyessé válhatok. Egyes esetekben nincs egyértelműen jó vagy rossz válasz. Úgy tűnik, Zilli elég rosszul szerepelt ezen a teszten. A kábítószer használattal együtt ez már elég volt ahhoz, hogy magas kockázatúként értékeljék. Ez talán arra is magyarázatot adhat, miként emelkedett az egyéves börtönbüntetés 2-re. Zilli kirendelt ügyvédje fellebbezést nyújtott be a büntetés enyhítése érdekében. Felmerült az is, hogy a kérdőív nem elfogulatlan a kérdések megfogalmazása terén. Rákérdezett a munkahelyre, az életkörülményekre és arra is, milyen magas a bűnözési ráta a lakóhelyén. A módszer ellenzői szerint ez diszkriminációhoz vezethet az értékelés során. A szegényebb negyedekben gyakran magasabb a bűnözési ráta, mint az elit környéken. Az algoritmus így nagyobb valószínűséget tulajdonít egy bűncselekménynek itt, mint a gazdagok lakóhelyén. Emberi jogi aktivisták úgy vélik, a technológia megbélyegzi a színes bőrűeket, akik statisztikailag nagyobb számban élnek szegényebb, kétesebb hírű negyedekben. Már példa is akad arra, hogy pontosan ez történik. A floridai Brovard megye elkövetőinek kockázatelemzését végző EMI program felülvizsgálata feltárta, hogy az algoritmus tévesen jelölt meg csak nem kétszer annyi feketét potenciális visszaesőként, mint fehér embert. Utóbbiakat alaptalanul sorolta jóval nagyobb gyakorisággal az alacsony kockázatúak közé. Ezzel kapcsolatban rendszerint egy 18 éves afroamerikai nő esetét emlegetik, akit betörés miatt tartóztattak le a floridai Fort Lauderdale-ben. Noha ez volt az első bűncselekménye, az algoritmus magas kockázatot látott. Az előző nyáron ugyanazon a környéken elfogott idősebb fehér férfinál alacsony kockázatot állapított meg, noha őt egyszer már elítélték fegyveres rablásért. Polgárjogi aktivisták mindebből azt a következtetést szűrték le, hogy a kockázatértékelő programok csak fokozzák a már meglévő egyenlőtlenségeket, táplálják az előítéleteket és a rasszizmust az igazságszolgáltatás rendszerében. Ám a szoftvergyártó és működtető intézmények váltig állítják, hogy a bőrszín nem tényező a kockázatelemzés kapcsán. Az EMI pártolói éppen hogy azt állítják, hogy a technológia igazságosabbá teszi az ítélkezést a színes bőrű emberek javára. Azt mondják, ezzel kiszűrik az esetlegesen részrehajló emberi faktort, és így objektív, egyenlő elbírálást biztosítanak mindenkinek. De amint azt a floridai eset is mutatja, ez nem mindig van így. Az algoritmus magában hordozza az egyenlőtlenséget. Paul Zilli másodfokú tárgyalásán az ügyvéd kérdéseket tett fel Dr. Tim Brennannek, az ügyfelét értékelő EMI szoftver egyik alkotójának. Brennan azt állította, hogy a programot nem az ítélethozatal elősegítésére tervezték, még csak nem is a bírósági szakaszhoz készült. A cél a bűnözés csökkentése volt, és nem az, hogy Zilli és a hozzá hasonlók súlyosabb büntetést kapjanak. Brennan vallomásának fényében a bíró 18 hónapra mérsékelte a férfi büntetését, elismerve, hogy talán túlzottan támaszkodtak az algoritmus értékelésére. Íme egy eset, ahol az igazságszolgáltatása kelleténél jobban megbízott a technológiában, és ez egy téves bírói döntéshez vezetett. Sajnos bizton állíthatjuk, hogy nem ez az egyetlen alkalom, amikor ilyesmi történt. A helyzet megoldását sürgető polgárjogi ügyvédek, az ENSZ képviselői és a szakszervezetek is azért küzdenek, hogy kormányzati szinten szabályozzák az AI alkalmazását a törvénykezés terén. Ez valóban polgárjogi kérdés. A technológia használata során sérül az elfogulatlanság elve, így a tárgyalóteremben nem feltétlenül igazságos ítéletek születnek a vádottakkal szemben. Az ismert problémák ellenére számos elemző úgy véli, a rendszer pozitív hatása messze felülmúlja az esetleges hibákat.
Virginia állam közölte, hogy a börtönben lévők száma 26%-kal csökkent az algoritmusok alkalmazása óta. Azáltal érték el, hogy rövid büntetést szabnak ki azokra, akiknél alacsony a visszaesés veszélye. Az igazságszolgáltatási gépezet terheinek csökkentése, miközben esélyt adunk az egyszer megbotló embereknek, hogy mielőbb elkezdjék újjáépíteni az életüket, ez mindenképpen pozitív fejlemény. A kérdés az, jogos-e a technológia használata akkor, ha akár csak egyetlen embert is emiatt ítélnek el igazságtalanul? Talán nem. Paul Zilli esete remekül példázza az algoritmusokban rejlő veszélyeket, hisz olyan fontos kérdésekben hoznak döntéseket, mint egy ember szabadsága. Még nem tudhatjuk, mennyire épül be az EMI az igazságszolgáltatás rendszerébe a jövőben. Ám amíg egyre több tárgyalóteremben veszik figyelembe az értékelését, miközben nincs kellőképpen szabályozva a használata, várhatóan nem fog csitulni a vita a használatát illetően. India déli vidékén, a Vellore Műszaki Egyetemen tanul a 19 éves Priyanjali Gupta. A másodéves mérnök hallgató szakterülete az adattudomány. 2021. februárjában Gupta úgy döntött, hogy az egyik hétvégén meglátogatja új Delhiben élő édesanyját. A találkozó során a lány a vágyairól is beszélt. Elhatározta, hogy szeretne új technológiát kifejleszteni, amely segít az embereknek, de nem tudta, mi legyen az. Egy nap végül megvilágosodott. Rájött, hogy a hangvezérelt asszisztensek, például Alexa vagy Siri, nem elérhetők a siketek számára. Hozzáfogott egy olyan alkalmazás fejlesztéséhez, amelyet a hallássérültek is használhatnak. Ehhez mesterséges intelligenciát használt. Ez egy olyan EMI program, amely képes azonnal valós időben lefordítani a jelnyelv látható elemeit angolra. A jelnyelvnek számos különböző változata létezik. Priyanjali alkalmazása a leggyakrabban használt amerikai jelnyelvet, az ASI-t ismeri, amelyet mintegy 500 ezeren használnak az államokban és Kanadában. A fiatal lány bízott abban, hogy sikerül összeállítania a programot, de nem volt könnyű feladata. Technikailag igen bonyolult folyamatról van szó. Az eljárás neve gépi mély tanulás. Az EMI-t arra készítik fel, hogy nagy mennyiségű adatelemzése alapján hajtsa végre a feladatát. Ez hasonló ahhoz, ahogy mi emberek tanulunk. Ehhez úgynevezett neurális hálózatokat használnak. Minél több adatot elemezhet az algoritmus, annál többet tanul, és annál pontosabb lesz a jövőben. Priyanjali esetében az eszköznek különböző jeleket kellett felismernie, hogy jelentést társíthasson hozzájuk. A projekt jelenleg is fejlesztési stádiumban áll, de nagyon ígéretes. A világon körülbelül 70 millióan használnak jelelést a kommunikációban. Ezért is lenne igen jelentős egy ilyen technológia létezése. Mindez nem csupán a hallássérültek számára lehet nagy segítség. Az EMI a vakok és más testi vagy szellemi fogyatékkal élők körében is hasznos lehet. Az efféle technológia jelentős mértékben megkönnyítheti a mindennapi életünket. Napjainkban számos EMI alapú eszköz érhető el a fogyatékkal élők számára. A látássérültek hangvezérléssel gépelhetnek. Számos virtuális asszisztens, például a már említett Siri és Alexa is képes keresést lefuttatni a weben, vagy e-mailt írni diktálás alapján. Más EMI vezérelt alkalmazások is léteznek, amelyek felolvassák a szöveget egy papírról, a számítógép vagy az okostelefon képernyőjéről. Még az ikonokról, kép vagy videófájlokról is információval szolgálnak. A mesterséges intelligencia azokon is segít, akik számára a kommunikáció jelent nagy kihívást. Bizonyos agysérülések vagy a Parkinson-kór esetén nehéz úgy formálni a szavakat, hogy azok mások számára is érthetőek legyenek. Ám az algoritmusok képesek olyan írott vagy kimondott formában tolmácsolni a szavakat, melyet mindenki könnyen megért. A technológia azokon is segíthet, akik egyáltalán nem tudnak beszélni. A Nebraska-ban élő 10 éves Caden Bowen az agyat érintő Little Core-ban szenved. Betegsége miatt sem járni, sem beszélni nem tud. A kommunikáció elősegítése érdekében egy kezdetleges eszközt használ, amelynek gombjaival előre beprogramozott szavakat vagy mondatokat hívhat elő. Ám nemrég édesapjával elkezdte használni az Amazon Echo nevű virtuális asszisztenst, amely EMI segítségével működteti hangfelismerő rendszerét. Caden a meglévő hanggenerátorát használva éri el, hogy az Echo végrehajtson különféle feladatokat. Például felhívja a családtagokat, vagy megkérjen valakit, hogy vigye el kocsival egy adott helyre. Talán nem tűnik soknak, de korábban nem tudott így kommunikálni. A fogyatékkal élők számára az egyik legjelentősebb fejlődést a közlekedésben sikerült elérni a technológia révén.
A mobilitás mindig is az egyik legnagyobb nehézséget jelentette számukra, de az EMI alapú navigáció, például a Google Maps, önállóságot biztosít számukra. Az ilyen alkalmazások a GPS révén jelenítik meg az útvonalat, információt nyújtva az akadálymentesített helyekről, rámpákról vagy felvonókról is. Az önvezető járművek terén elért fejlődés is jelentős változásokat hozhat. A fogyatékkal élő embereknek nem kell autót vezetniük ahhoz, hogy szabadon közlekedjenek. Ez olyan fokú önállóságot ad számukra, amely eddig elérhetetlen volt. Az AI számos pozitív vonatkozása mellett egyes szakértők a korlátokra is felhívják a figyelmet. Ezek egyike a technológia anyagi értelemben vett elérhetősége. Friss adatok szerint az Egyesült Államok fogyatékkal élő lakóinak 26%-a számít szegénynek. Ez az arány 2,5-szer magasabb, mint az épek körében. Hasonló eloszlással találkozhatunk az EU tagállamaiban is. Sokkal nehezebb jól megfizetett állást találniuk, már ha egyáltalán kapnak. Megesik, hogy nincsenek támogató barátok vagy családtagok, az államtól kapott juttatás pedig nem elegendő. A létbizonytalanságban élve nem jut pénzük arra, hogy csúcsminőségű eszközöket vagy szoftvereket vásároljanak, így azok előnyeit sem tudják kihasználni. A helyzet még kiábrándítóbb a fejlődő országokban, ahol a szegénységi ráta jóval magasabb, a mediánbér pedig alacsonyabb. A technológia elérhetőségének problémáját kezelni kell, ám nem könnyű, mivel rendszer szintű gondokra mutat rá. Számos tényező és ok vezetett a jelenlegi helyzet kialakulásához, vagyis a megoldás sem lesz egyszerű. Vannak, akik mégis megpróbálkoznak vele. Egy cég olyan alkalmazást fejleszt, mely a fogyatékkal élőknek segít álláshoz jutni. Végig böngészi az álláshirdetéseket, sőt még interjút is szervez. Emellett hangfelismerő szoftvert, chatbotot és hangalapú asszisztenst is tartalmaz. Nemrég a Microsoft 25 millió dollárt szánt egy világméretű kezdeményezésre. Olyan projekteket támogatnak, amelyek fogyatékkal élők számára fejlesztenek különféle szoftvereket és technológiai megoldásokat, fokozva az önállóságot és az életminőséget. Azt se feledjük, hogy amint ezek az eszközök egyre szélesebb körben terjednek el, az áruk is csökkenni fog, így még többen engedhetik majd meg maguknak. Az is reményre ad okot, hogy sok olyan fiatal EMI fejlesztő akad, mint Priyanjali Gupta. A lánya webkamera segítségével gyakorolja néhány alapvető jelnyelvi elem felismerését. Az EMI szoftver értelmezi a mozdulatokat és olvasható szöveggé alakítja át őket. A fejlesztés még kezdeti stádiumnál tart, és akadnak technikai korlátok. Ám meg lehet, hogy idővel a jelnyelv tökéletes tolmácsaként fogjuk használni. Szerencsére számos hasonló program áll kidolgozás alatt, hallássérült vagy más gonddal küzdő embereket támogatva. Több cég is olyan okostelefonos alkalmazásokat készít, amelyek a kamera segítségével szájról olvasnak. Egyes EMI szoftverek az automata beszédfelismerést használják, amely akár arra is alkalmas lehet, hogy egy csoportos beszélgetést ültessen át valós időben jól érthető formátumba. Egy ilyen módszer megoldás arra, hogy a hallássérültek részt vegyenek a beszélgetésekben anélkül, hogy szájról kéne olvasniuk. Az algoritmus a központozást és a beszélő nevét is megjeleníti. Az internet elérhetősége szintén fontos kérdés a fogyatékkal élők körében. Egyes weboldalak nagyobb betűméretet és kontrasztos színeket alkalmazva optimalizálják a megjelenésüket látássérültek számára. Ám egy friss felmérés szerint a világ leglátogatottabb oldalainak 98%-a nem kínál teljes elérést a rászorulóknak. Mindemellett az ilyen megoldások használata jelentős aggályokat vet fel, elsősorban az online adatvédelem kapcsán. Az eszközök túlnyomó többsége felhő alapú, vagyis a fogyatékra vonatkozó információk harmadik fél kezébe kerülhetnek. Ha az adat rossz kezekbe kerül, az lehetőséget teremt a diszkriminációra, társadalmi feszültségek szítására, vagy akár online zaklatásra. Számos fogyatékkal élő ember alkalmazza örömmel a technológiát, azt hangoztatva, hogy az előnyei messze túlmutatnak az esetleges problémákon. Priyanjali Gupta és társai számára pedig pont ez ad lendületet ahhoz, hogy folytassák munkájukat. Gupta az EMI technológia révén eddig 6 jelfordítását tanította meg az algoritmusnak. Igen, nem, kérem, köszönöm, hello és szeretlek. Az immár harmadéves 21 esztendős egyetemista új neurális hálózatot kutat, amely komoly fejlődést hozhat az EMI által végzett videóelemzések terén.
Emellett anyagi forrásokat is próbál keresni, hogy finanszírozhassa munkáját. A találmányát egy apró, de fontos lépésnek tartja a nehézségekkel küzdő embertársaink támogatásában. Ahogy a modern technológia mindinkább beépül a fogyatékkal élők mindennapjaiba, valós esély mutatkozik arra, hogy hamarosan még önállóbb és teljesebb életet élhessenek. Amíg Priyanjali Gupta és a hozzá hasonló lelkes fiatalok új és hasznos alkalmazások fejlesztésére használják szakértelmüket, a jövő egyre elérhetőbbnek tűnik mindannyiunk számára.